Thank you.
tanár úr, kedves kollégák, növendékek, szülők, mindenki, aki eljött a ma estére, vagy a mai előestére, amelyet itt a zeneiskolában tartunk. Nagyon sok szeretettel hadd köszöntsem is először kedves tanár urat és mindenkit. Számomra, iskolánk, városunk számára megtiszteltetés ez a látogatás, hogy el szabad árulni, illetve nem titok, 90. születésnapja alkalmából kerül sor erre a látogatásra, és mi nagyon sok szeretettel köszöntjük, hadd mondjam még egyszer, itt az intézményben. Ez teljesen más épület, más iskola, mint amit annak idején tanár úr igazgatása, vezetése alatt 1946-tól, amelyben elindult a Fehérvári Zenekonzervatórium. Hadd tegyek egy személyes vallomást is, azt hiszem bárki lenne az én helyembe és az én cipőmben, annak idején, amikor erre a pályázatra vagy állásra, kinevezésemre sor került, hát nagyon meg kellett kapaszkodnom, hogy ilyen elő után bárki földi halandó is hogyan adhatja be pályázatát, vagy hogyan kerülhet egy iskola vezetésre, mint amilyennel, vagy mint akivel ez az intézmény büszkélkedhet, mint Farkas Ferenc tanár úr. Nem kis feladat ilyen örökség után, ilyen kezdeményezés után, amely ugyancsak néhány évig tartott a 40-es évek végén a zenekonzervatórium élete, egy ilyen intézmény élén, de azt hiszem, hogy nagyon sokat lehet tanulni elődeink példamutatásából, helyvállásából. És hadd köszöntsem mindazokat a vendégeinket, akik az együttünneplésben eljöttek, hogy örömükben osztozzanak. Így Tósa Ferenc atyát, aki szintén volt ennek az iskolának vezetője és tanára, Kneifel Feri bácsi kedves feleségével együtt, és Mihályi Iváni Esztinénét, azt hiszem, hogy a jelenlévők között más akkori kortársat most nem látok, majd a szerzői esten, ami a Feritán teremben ezt megtartva természetesen. Iskolánk egy kis rövid műsorral szeretném kedveskedni. Semmiből létesült ez a bizonyos régi zenekonzervatórium, mert itt az orosz katonák által szétrugdosott zongora tetemeken kívül semmi nem volt, és hát minden kottát, minden könyvet, minden hangszert be kellett szerezni, de hát ez egy nagyon nagy örvendetes munka volt a számomra, és egyszer, mint hat híjam föl a figyelmet arra, aki tulajdonképpen Székesfehérváron, azt hiszem, hogy ezt a zeneiskolát Fricsaj, idősebb Fricsaj Ferencre, aki ezt megalapította, tehát ő, mint elődre gondoljuk szeretettel és hálával.
Nos, hát mondom, nem minden nehézség nélkül, de azt hiszem, hogy sikerült egy szóval elég szép zenei életet keríteni a konzervatórium köré, kollégium muzikumokkal, egyéb hát rendezvényekkel, művészek meghívásával Fehérvárra, úgyhogy hát sok szép emléke van, fűz ehhez a városhoz. Ezt szeretem. Akkor azt mondta, hogy azt mondja, fölhívta a figyelmet arra, hogy Fehérváron egy kitűnő kamarakórus működik. Ennek a vezetői voltak Szemere Gyula és Sonfai László. Hát emlékezzünk őrájuk is, mert és azután a templomnak volt egy kitűnő kórusa, amelyiknek a karmagyát itt látjuk Kósa Ferencnek a személyében. Thank you.
Thank you.